Szinglinek lenni nem a legjobb érzés, bár az ismerkedés és a randizás egy izgalmas program lehet, de már itt is vannak olyan illemek, amit illik betartani. A következő vendégünk Micski Marianna, protokoll szakértő. Üdvözlöm a műsorban, Marianna. Hát igen, olyan jó volt hallani, bocsánat, ezért, hogy róla 13 éve. Úgy örülök, igen, hogy nem én kaptam ezt a kis felkonferálást, mert azt, hogy szinglinek lenni nem a legjobb érzés. Én 13 éve vagyok együtt a párom, aki most már ugye a feleségem, szóval nekem ez teljesen... De ettől függetlenül azért remélem az illemszabályok be vannak tartva. Így van, igyekszem. Megmondom őszintén, nagyon örülök, hogy a mai korban nekem már nem kell randizgatni, mert ez az applikációkon való jobbra húzom, balra húzom, elmarad az a fajta ismerkedési szakasz, amikor találkozunk, elkezdünk beszélgetni, vagy azért megvannak ezek még? Nem is az elmarad, felgyorsul. Tehát nincsen már egy íve az ismerkedésnek. Tehát gyakorlatilag, ami régen egy hét, egy hónap, vagy Isten bocsá, egy év volt, vagy akár évek voltak, az most gyakorlatilag néhány órára leredukálódik. Tehát azt jelenti, hogy megismerkedtünk, egymásra néztünk, szimpatikus volt, és kb. 3 óra múlva már ott vagyunk a szexualitásnál. Tehát gyakorlatilag annyira rövid az idő, hogy nincs idő ismerkedni. Hogyha feltételezhetnénk, hogyha lenne egy tökéletes ismerkedési procedúra lépésről lépésre, vagy aminek kellene történni a mai világban, az hogy néz neki, hogy épülne fel? Ezt azért nem lehet ennyire sarkalatosan, nyilván korfüggő is, más az, amikor az ember 10 évesen ismerkedik, meg más az, amikor 40 évesen ismerkedik. Tehát nyilvánvalóan az élettapasztalat azért lerövidítheti. 40 évesen már nem fogunk 3 évig a kézfogásra várni, 20 évesen meg megint más a tempó. De én azt mondom, hogy nyilván, ha két ember szimpatikus egymásnak, ha megvan a kémia, és betartják azokat az iratlan vagy írott szabályokat, akkor ők érezni fogják, hogy hol van az a pont, amikor a következő lépés meg lehet tenni. A legnagyobb probléma most, és bocsánat, nyilván a kivételek erősítik a szabályt, hogy a hölgyek azok, akik túlságosan, gyorsan akarják pörgetni ezeket az eseményeket. Nem is, én annyira sajnálom a fiatal fiúkat, férfiakat, hogy meg sincs adva nekik az esély arra, hogy udvariasak legyenek, mert a lány már bemegy az ajtó, már kinyitja az ajtót, már beül a kocsiba, már leült az a szegény fiú, meg ott áll, és akkor tudjuk, hogy a fiúk egy picit lassabbak, tehát adjuk meg az esélyt arra, hogy udvariasak tudjanak velünk lenni. Ha elmegyünk egy színházba, ne kapjuk le rögtön a kabátunkat, várjuk meg, hogy hát, ha odavítjuk. Vagy pedig mondani azért, hogyha egy fél óráig még rajtunk van a kabát, mert akkor vegyük le, vagy ha az autó már elment, egy tanítványom mondta mindig, hogy hát tanárnő, hát én vártam, hogy kinyissa, de hát elment az autó. Tehát nyilván ezeket azért látjuk, de ne legyen gyors, ez legyen meg egy szép ütem ennek, és mindig az, amire várni kell, amiért dolgozni kell, az sokkal értékesebb. Szerintem az most már mondjuk a manapság, amennyire figyelem a baráti körben, az, hogy férfiak vagy nők kezdeményeznek, ez nagyjából most már nem olyan szignifikáns, hogy csak a férfi kezdeményezzen, azért a nők is vannak, hogy jelzik azt, hogy tetszik nekik esetleg a másik. De mondjuk mi a helyzet egy vacsora randinál? Ott azért ugye mondjuk a fizetés, vagy egy mozi. Ott ki fizet? Van még mindig ilyen, hogy a férfi mindig hívja meg a nőt? Vagy ma már az, hogyha a nő hívja meg a férfit, az... Jó, hát itt most sok kérdés volt, sok a téma. Szeretném hinni, hogy a kezdeményezés az a férfi kezében van még mindig. Tehát én nagyon biztatom a lányokat arra, hogy nyilván jeleket lehet küldeni, de az effektíve kezdeményezés maradjon a fiúknál. Kifizet, ez mindig, ez egy nagyon egyszerű szabály van rá. Aki meghívja a másikat, az fizet. Tehát ha én azt mondom neked, hogy szeretnélek meghívni egy vacsorára, akkor a lány annak úgy kell venni, hogy meg vagyok hívva. De hogyha találkozunk, és hú, közösen földobjuk, hogy együnk már meg valamit, akkor az nyilvánvalóan mindenki osztozik a saját költségén. De aki a meghívást kezdeményezi, övé a fizetési kötelezettség is. Felajánlhatja adott esetben a randin a hölgy az, hogy például, vagy gesztusként előveheti gesztus, így van. Pontosan ezt akartam mondani, hogy én a mai napig azt teszem, még ha meg is hívtak, hogy előveszem a pénztárcámat. Azért lássa a másik, hogy megvan a gesztus, és akkor nyilván ő azt mondja, hogy remélhetőleg azt mondja. Jó esetben egy faragatlan fickóval találkozik, igen, az ember, adja, hogy fizessen akkor. Ja, ne hülyeskedj, hát meghívtalak, akkor nyilván nem kell erősködni, hogy de ne, tehát ezt ne csináljuk, ezt a játékot. Az első gesztus meg kell tenni, ha utána van egy
megerősít, és akkor nyugodtan fogadjuk el a meghívást. Nyilván nem kell túlzásba vinni, tehát amikor már a 12. randira megyünk vacsorázni, akkor azért a hölgy is megteheti azt a gesztus, hogy most akkor én hagy hívjalak most meg erre a vacsorára, vagy már akkor főzzön este otthon. Az elején azt mondtad, hogy az intimitás bekövetkeztéig nagyon lerövidült az idő. Igen. Azért van mégis, tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy előbb van intim közelség, és aztán kezdenek el randizni, megismerkedni, hogy azért ez tök jó lenne, hogyha mégis fordítva maradna. Van erre valami ilyen direktíva, hogy azért az első 5-10 randin mondjuk ne adjuk be a derekunkat? Hát ezen nem lehet azért ennyire sarkalatosan elmondani, vagy megmondani azt, hogy mikor érzésre, és tényleg azt nem csak a lányoknak, a fiúknak is azt javaslom, hogy tartsuk meg az intimitását, a misztikumát ennek az ismerkedésnek, mert szerintem ez a legszebb része, bár tudom, hogy 13 év régen volt, de gondolom, hogy az, amikor az ember megismeri, felépíti a kapcsolatot, megismeri a másik jó vagy rossz tulajdonságait, az egy olyan szép folyamat, nem kell ezt azonnal felborítani, mint hogy 2 óra hossza alatt elkerülünk, bocsánat, az ágyba, és akkor megkérdezzük, hogy ja, egyébként hogy is hívnak, tehát ez nem szabad, hogy erre felé menjen ez a történet. Igen. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk.